Üdvözöllek! Talán te is láttál már a hagyományos betűktől, számoktól, meg a néhány elterjedt speciális karakteren kívül mindenféle érdekes karaktert, akár egy weboldalon, vagy akármilyen programban. Ezeket a különleges karaktereket a billentyűzeten nem nagyon találhatod meg, vagy pedig egy speciális kód begépelése után érheted el. Azonban van ez a weboldal, ahol ilyen mindenféle speciális karaktert könnyedén elérhetsz. Itt rögtön van egy lista, hogyha itt valamikre kattintunk, például erre, akkor ez kimásolásra került, és most belemegyünk például egy jegyzetünkbe, vagy akármilyen olyan programba, amiben lehet gépelni, ez lehet akár például a Skype is, vagy akármilyen szövegszerkesztő. Látható, hogyha beillesztem, akkor ez a karakter ez megjelenik. És valójában itt mindenféle ilyen érdekesebb karaktert is, hát hasznosat meg kevésbé hasznosat felelhetünk, például a copyrightnak a jele. Ezt szintén ki lehet másolni. Most ez egy picit megnövelem itt a betű méretet, hogy látványosabb legyen, látható. És tulajdonképpen egy csomóféle speciális karaktert itt felelhetünk, illetve itt át lehet váltani, hogy miket szeretnénk látni. Látható, itt van az összes, vagy nyilak, vagy hangulatjelek, vagy különféle alakzatok. Nézzük meg a hangulatjeleket, hát ezek színesen vannak, de valójában persze ezek nem színesek lesznek. De egyéb iránt, hogyha most ezt fogom, itt ezt így kijelölöm, mint egy szöveget, egy picit nehéz kis, de ki lehet jelölni. Majd nyomok egy Ctrl-C-t, és itt a jegyzetőmben nyomok egy Ctrl-V-t, akkor látható, hogy igen, valójában ezek itt szimpla karakterek, csak hát ilyen érdekesebbek. És ezeket fel lehet használni tulajdonképpen bármilyen olyan programban, amelyben szövegek vannak, illetve weboldalakon is, hát mint az látható egyébként itt is, ezek nem képek, hanem különféle karakterek. Weboldalakon is fel lehet használni, hogyha itt átváltunk fent, hogy HTML kódként kerüljön kimásolásra. Hát most ez éppen nem elérhető HTML kódként, de próbálok egy olyat keresni. Mondjuk lehet, hogy nem pont ebben a listában kéne keresgetni, hanem olyan, ami azért nem annyira egzotikus. Mondjuk itt az alakzatokban, itt valószínűleg több sikerrel fogok járni, látható, hogy például ez elérhető HTML kódként is, meg ez is. Hát ezeknek a nagy része valószínűleg elérhető lesz, ez is például. Tehát itt tulajdonképpen anélkül használhatunk mindenféle alakzatot, hogy abból képet kelljen készíteni. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy weboldalakon ezt más módon is megoldhatjuk, de ezeket lehet használni nem csak weboldalakon, hogyha átváltunk ide, hogy szövegként kerüljön kimásolásra. Így, még egyszer, akkor ez kimásolásra kerül szövegként, mint az látható. És ezeket tulajdonképpen bármilyen programmal fel lehet használni, amiben szövegeket írhatunk. Egyébként ezeket kóddal is el lehet érni, hogyha a numerikus billentyűzeten begépeljük. Ez úgy néz ki, hogy az Alt gombot lenyomva kell tartani, és be van kapcsolva a numerikus billentyűzet, és begépeljük egymás után azt, hogy 0128, ez például az eurónak a jele. Tehát, ha szeretnél euró jelet írni, akkor hát vagy kimásolod innen, vagy pedig az Alt-ot nyomva tartod, és bekapcsolva van a numerikus billentyűzet, tehát Alt nyomva tartva 0128 például. De például a dollár ez könnyebben elérhető, ez az Alt-GR és az E lenyomásával látható. De itt felelhető egy csomóféle más speciális karakter, hogyha bármilyen okból szükséged lenne ilyesmire, akkor itt meg tudod nézni, hogy elérhető-e.